Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A mai részben egy új sorozatot, sorozat kezdeményezést fogok elindítani, ez pedig a Terminál alapfokon. Miért? A termináloros munkától, azaz a parancsnokos munkától nagyon sokan félnek. Nem ismerik, nem tudják az előnyeit, és így kerülik, illetve azt mondják, hogy nem kell, mindent meg lehet oldani grafikus felületen. Ez nagy részben igaz is, de vannak olyan esetek, vannak olyan érvek, ahogy én mondom, amellett, hogy a terminálos munkát megismert. Miért? Elsősorban akkor van szükség terminálos munkára, feladat megoldása, ha nem indul a grafikus felület. Előfordulhat. Olvasol egy leírást, beállítod a grafikus felületet, átírsz egy konfigurációs fájlt, átírod, elindítod újra a gépet, nem indul a grafikus felület. Mit teszel? Újra telepíted a rendszert? Hiszen csak villog a kurzor, te azt nem ismered, hogy mit kell ott tenni, hát bizony újra telepíted a rendszert. Aki ilyenkor ismeri a terminálos megoldásokat, oda tud menni a konfigurációs fájlhoz. Meg tudja azt nyitni, át tudja azt írni terminálba, annak ott a lehetőség, hogy kijavítja a problémát újra telepítés nélkül. A másik gondolat az, hogy sok esetben sokkal gyorsabb, sokkal kényelmesebb egy feladat megoldása terminálba, ha ismered a terminálos parancsokat, és van egy kis gyakorlatod. Nem mindig gyorsabb, és nem minden feladat kényelmesebb, jobb terminálba, de vannak olyan parancsok, vannak olyan lehetőségek, amivel gyorsabban, egyszerűbben és esetlegesen kényelmesebben oldod meg ugyanazt a feladatot. A legtöbb feladatra, cél feladatra természetesen vannak grafikus felületek is, amik nagyon jók, de próbálkozzunk meg arra fele egy kicsit tendálni, hogy ugyanazt a feladatot, amit lehet, terminálba is próbáljunk ki, és összehasonlítsuk a másikkal, a grafikussal, hogy számodra melyik kényelmesebb, illetve melyik gyorsabb. A másik gondolat az, hogy automatizálható. Természetesen, ha automatizálásról beszélünk, akkor gyakorlatilag mindenki arra gondol, hogy szkriptek. Én jelen pillanatban nem a szkriptekről szeretnék beszélni vagy érvként felhozni, hanem az egyszerű parancsoros dolgokról. Az itt látható, bonyolultnak tűnő, de amúgy egyszerű kis parancsor, azt teszi, hogy az összes alkönyvtárba, ami abban a könyvtárban van, bizony bemásolja ezt a képfájt, és ott elhelyezi. Ezt terminálba ezzel a parancssal meg tudod oldani. Ez grafikus felületen, a grafikus fájlkezelőkkel nem biztos, hogy ilyen hatékonyan, gyorsan meg tudod tenni, hogyha van mondjuk 200 darab alkönyvtárad. Ilyen feladatok megoldására is nagyon kényelmes, ha ismered a parancsot, illetve egy kicsit az interneten kutatsz, és esetlegesen egy kész megoldást bemásolsz a terminálba, villámgyorsan elvégzi a feladatokat. A másik, ami nagyon fontos, sok esetben, ha valami problémával találkozol, rákeresel az interneten, akkor bizony terminálos megoldásokat, parancsoros megoldásokat készítenek a válaszadók. Miért? Mert az nincs ahhoz kötve egy terminálos megoldás, hogy te milyen fájlkezelőt, vagy milyen szövegszerkesztőt használsz, hanem univerzálisak. Nem kell leírni a válaszadónak, mondjuk egy fájl elkészítése vagy törléséhez, hogy az adott grafikus programba hol találod meg, a másikba hol találod meg, a harmadikba hol találod meg ugyanazt a funkciót, hanem leírja azt a terminálos, parancsoros megoldást, ami univerzális, mindenhol pontosan ugyanúgy fog működni. A következő, ami igazából a grafikus felület és a terminálos munka között van, a hibakeresés. Nem indul el egy grafikus programod, rákattintasz az ikonra, nem indul el, hibajel nincs, persze van, nem indul el a program, de leírás vagy hibakimenetet nem nagyon találsz. Ha ugyanezt megteszed úgy, hogy nyitsz egy terminált, elindítod parancsorból azt a programot, beírod a nevét, és akkor jó eséllyel a terminálba kapod a hiba kimeneteket, amit a grafikus felület elrejtett előled, és már el tudsz indulni
azon az úton, hogy bizony kírja, hogy hiányzik valami fájl. Hát akkor mit kell csinálni? Azt a fájlt, azt a könyvtárat, azt az akármit megkeresed, beírod, vagy a konfigurációt megváltoztatod. Tehát kapsz egy információt a parancsornak, az az előnye a terminálnak. Az az előnye, hogy igen informatív, bőbeszédű tud lenni, nagyon-nagyon sok olyan információt kír, amit a grafikus programok előled elrejtenek. Az utolsó gondolat természetesen az, hogy aki már Linuxozik, annak illő ismerni alapfokon a terminált. Nem azért illő alapfokon ismerni a terminált, mert ez elvárás, hanem legyünk őszinték, ha már Linuxot használsz, akkor ne dobd ki azt a lehetőséget, azt a kényelmes eszközt az eszköztáradból, amit úgy hívnak, hogy terminál. Sokan úgy gondolják, hogy ráintenek, persze régen, amíg nem volt grafikus felület, vagy Windows, és DOS-t használtunk, akkor hát a bizony, ez már 30 éve volt, mondtam egy számot, és jaj, Szent Isten, már milyen elavult dolog. Nem, ez máig élő, és nem csak a kockáknak, a rendszergazdáknak való dolog. Illik ismerni valamilyen szinten ezt az eszközt. A terminál, ezt a szót használgatom, én leegyszerűsítettem a terminálnak a fogalmát, ez egy ablak, ami összeköt a shell-lel, és ide gépeled be a parancsokat. A terminálhoz hogyan juthatsz hozzá? Kettő megoldással juthatsz hozzá, ha grafikus felülethez be vagy jelentkezve. Az egyik az, hogy megnyomod a Ctrl-Alt, F1, F2, F3, F4, vagy F5, vagy F6 gombot, tehát Ctrl-Alt plusz F1-től F6-ig egyik gombot megnyomod, és átdob egy terminálos felületre. Ott már nem vagy bejelentkezve, de egy nyers terminált kapsz. Bejelentkezel, és terminálos munkához ez alkalmatos. Ez nem a legkényelmesebb dolog, de ki kell próbálni. Most próbáld ki, hogy átlépsz az Ctrl-Alt-F2-vel, mondtam a sok közül egyet, a terminálos felületre, grafikus felület nélküli helyzetbe, bejelentkezel, és utána visszalépsz Ctrl-Alt-F7-tel a grafikus felületre. Csak azért, hogy lásd, hogy ez működik, és utána kapásból vissza tudsz lépni az F7-es Ctrl-Alt-F7 gombbal oda, ahol voltál. Tehát el és vissza léptetést végezd el most. A másik ilyen gondolat, hogy hogyan jutunk hozzá egy terminálhoz, úgyhogy terminál emulátorokat fogunk használni. Ez egy grafikus program, ami ad neked egy nyers terminált, abba be tudsz írni parancsokat. Azaz, ki kell próbálni pár terminál emulátort, és azokat használni. Jellemzően ezt a módszert szoktuk alkalmazni, kivéve akkor, hogyha a grafikus felület nem megy, és csak terminálunk van, de lényegesen kényelmes egy méretezhető, áthelyezhető terminál ablakba, terminál emulátorban dolgozni, mint egy villogó kurzor, aztán semmi más, semmi idézőjében segítséget nem kapunk, hiszen hogyha a terminál ablakba dolgozol, simán megnyitsz mellette egy böngészőt, egy leírást vagy egy videót, és el tudod végezni a feladatodat. Természetesen, hozzáteszem, ilyesmire van lehetőséged terminálban is elvégezni, de maradjunk annyiba, kényelmes, sokkal jobb, ha emulátort használunk, mindenki azt használ, csak azért értem ki az F1, F6 közötti terminál lehetőségekre, hogy mindenről tudjatok. Sokféle eltérő tudású, eltérő kinézetű terminál emulátort lehet használni. Gyakorlatilag a rendszeredbe minimum 1 vagy 2, 3, 4, 5 terminál emulátor van már jelen pillanatban is feltelepítve. Azért, mert nyilvánvalóan a disztribútor, aki elkészítette a te disztribúciódat, az feltételezi azt, hogy szükséged lesz rá. És mindenképp legyen a gépeden több terminál emulátor, mert esetleg, hogyha egyiknek a frissítésével probléma van, akkor a másikat tud használni, és próbálj ki több
terminál emulátort, azt, ami éppen bent van a gépedbe, vagy amiről te olvastál, ami neked megfelel, azt kell használni. De egy közös tulajdonsága van az általam ismert terminál emulátoroknak, azon kívül, hogy egyik többet tud, mint a másik, vagy vannak egyszerűbbek, vannak kevésbé egyszerűek, vannak olyanok, amik nagyon szépen konfigurálhatóak, vannak, amik valóban csak terminált adnak, és aztán villog a kurzor és beírod a parancsot. Egyetlen egy közös tulajdonságuk van. Ezek működnek. Azaz, hogyha te nem akarsz mást telepíteni, akkor a rendszeredben lévő terminál emulátor teljesen meg fog neked felelni. Bár sokan vitatják, egyik gyorsabb, másik többet tud, harmadik, szebb, a negyedik egyéb jó tulajdonságokkal rendelkezik, de én azt mondom, hogy teljesen mindegy a te szinteden, az én szintedben, hogy melyik terminál emulátort használjuk. Ez fontos. Most pedig nézzük meg, hogy egy alaptelepítésű magyarázva mennyi terminál emulátor található meg. Csak azért villantom föl, hogy lássátok, hogy van, lesz a tietekbe, más néven, másfajta, de ott benne lesz, és lássátok meg, hogy egy kicsit eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy azt válasz ki, ami neked megfelel. A terminál emulátort jellemzően vagy gyors billentyűvel, ha hozzá kötötted, vagy valami start menüszerűséggel, esetleg ikonból tudod indítani. Látható, hogy nekem itt van egy terminál emulátorhoz való ikonkám, el is indítjuk. És a másik oldalon jelent meg, másik monitoron átteszem ide. Ezt nézzük is meg, hogy hívják szegényemet, a névjegy szerint ő bizony az XFCE 4 terminál. Én előszeretettel használom ezt a terminál emulátort, ezt szoktam meg. Na ennyi a tudományos oka. Látható, van egy ikonsora, ahol különböző dolgokat meg tudsz tenni. Jellemzően ezen fogom bemutatni a feladatokat, amiket el szeretnénk végezni. Ennek tudományos oka az, hogy itt nagyon egyszerűen tudom a betűméretet nagyítani menet közben. A másik elterjedt terminál emulátor fajta az Alacrity, amit én mindjárt elindítok, és át is teszek ide. Látható, hát éppen lebegőre van beállítva, mert én ezt úgy használom, és lehetett látni, illetve nem láttátok, de elhiszitek, a másik monitorra szoktam ezt kiirányítani. Őneki nincsen ilyen kis menüsora, de ugyanolyan szépen dolgozik, azaz ide beírod a parancsokat, és azok le fognak futni. Erről írtam egy cikket, érdemes kipróbálni, főleg aki sokat terminálozik, mert gyors, hiszen a videókártyád memóriáját használja, a beállítása nem menüből történik, hanem a megfelelő fájl szerkesztésével, amivel nagyon-nagyon szépen be tudod állítani, és van bent egy-két olyan beállítási, inkább szépészeti, mint hasznossági beállítás, amit más terminálban nem, vagy csak nehézkesen tudsz beállítani. Ilyen beállítás érdekességként, hogy a szegélytől, a felső, illetve szélső szegélytől milyen távol legyen a felirat. Én például ezt nagyon nem kedvelem, amikor felmászik az írás, tehát pontosan a szélétől kezdődik, itt szépen be lehet az Alacrity-ben állítani. Oké, kettőről már beszéltük, nézzük is meg a start menümből, hogyan és milyen féle beállított terminálokat lehet megkeresni, mik vannak egy telepítésben. Termnál kulcs szóra rákeresünk, az FXCE terminál, az Alacrity van, meg itt van az Xterm is, amit próbálj ki, elindíthatjuk. Elindítjuk, szintén kapunk egy terminált, semmi különleges terminál. De nem csak ennyi van, hiszen hogyha oda megyünk a rendszerhez, és legörgetünk oda, hogy hát terminál, hát tudom, hogy terminál, meg itt a képecske is mutatja, van olyan, hogy ORXVT terminál, ez sok helyen bent van, ezen kívül UX terminál is bent van, látható, rengetegféle terminál emulátor van még így alapból is egy felületbe, mert tudják a disztribútorok, hogy az emberek ezt szeretik, azt szeretik, és szeretnek többfélét belerakni. Azaz,
Elmondható, hogy a rendszeredben van terminál emulátor, azok közül próbálj ki párat, melyik tetszik neked. Jellemzően, jelen pillanatban nem a technikai háttere, hanem hogy melyik tetszik neked felkiáltású, az, ami érdekes lehet, hiszen még arról nem is beszéltünk, hogy ez mit tud, vagy a másik mit tud, illetve beállításáról, használatáról nem beszéltünk, de bent van a rendszeredbe, és légy szíves kipróbálni párat. Én azt mondom, bár ez totál szubjektív dolog, az XFCE rendszernek, az XFCE 4 terminál, úgy emlékszem, ha jól emlékszem, ez a neve, XFCE 4 terminált érdemes felrakni kezdőknek, mert szépen ilyen kis menüsorban tudsz te bemásolni, kivágni, beállogatni, egyéb műveleteket elvégezni a terminál emulátorodba. Ez nagyon-nagyon kényelmes dolog, és én ezt a terminál emulátort 1000 éve használom, és úgy igazából nem volt vele semmi olyan problémám, amit ki kénék emelni. Lényeg. A következő dolog, amire nagyon figyelj, a terminál emulátorba begépeled a parancsot, és a shell fogja végrehajtani. Már most tudnod kell, hogy többféle shell van. A shell micsoda? Parancsértelmező. Azaz beírsz egy parancsot, a shell megnézi ezt a parancsot, megnézi a parancs kapcsolóit, megnézi az egyéb beírt dolgokat, és végrehajtja. Ezek a shellek, ezek a parancsértelmezők eltérhetnek egymástól. Erre nagyon-nagyon figyelj, hogy a parancsértelmezők, a shellek eltérhetnek egymástól. Alapszinten, a mi szintünkön nem lesz ezzel probléma. Azaz, meg kell győződni arról, hogy milyen shelled van. Hogyan győződsz meg arról, hogy milyen shell van a gépedbe? Ezt a parancsot, amit én ide kiírtam, ezt kell majd neked beírni. Echo $jel shell nagy betűkkel, és leenterezed, és kérje neked, hogy USR per bin per ZSH. Ebből levonhatjátok azt a következtetést, hogy én a ZSH nevű shellt használom. Általában háromféle, négyféle elterjedtebb shell van, nem akarok számokkal dobálózni, egy tucat shellféleség van, jellemzően vagy a Bash nevű shellt használják alapba, vagy pedig több helyen a ZSH-t. Én azt mondom, hogyha egy parancs nem megy, úgy, ahogy te elgondoltad, és odafigyelve gépelted be, akkor gyanakodj arra, hogy a shelled, hát bizony egy kicsit másképp értelmezi a szintaktikát, a beirandó parancsoknak a sorrendjét, vagy éppen másképp várja a parancsot, és az lehet a hiba. Én a ZSH-t használom. Én azért használom a ZSH nevű shellt, mert nagyon sok kiegészítő van. Ezek a kiegészítők természetesen részben vagy egészben, ezek a funkció kiegészítő dolgok elérhetők más shelleknél is, tehát hogyha neked Bash a shelled, és azt szeretnéd használni, mert ahhoz ragaszkodsz, hasonló kiegészítőket tudsz te feltelepíteni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézzen fel a blogomba, és a ZSH telepítést gondolja át, nézze meg, hogyan telepítek egy plusz shellt, a kiegészítőket hogyan tudom telepíteni, és hogyha ezek a kiegészítők tetszenek, telepítse fel ő is a ZSH-t és a kiegészítőket. Nem változik meg a shellnek a tudása, csak kényelmesebben fogod tudni használni. Miért? A legtöbbször az az ellenérv ez ellen, hogy ne csak pozitív dolgokat mondjunk, hogy a ZSH-hoz hozzátelepíted a megfelelő akármilyen kiegészítőket, én az Ohmi ZSH nevű kiegészítő csomagot, meg egyebet is felszoktam tolni rá, hogy minden kényelmesen menjük, hogy nagyobb lesz. Ne vicceljünk már,
Hát a mai Winchesterek SSD-k mérete, hát egy pár kilobájt, egy pár megabájt plusz miatt nem fog összemenni, elfér azon. A másik gondolat az, hogy lassabbá teszi. Ne vicceljünk már, ha valakinek egy ócska 5 éves gépe van, az ócskát időzőjelbe vegyünk, amiben csak 4 mag van, és esetleg 3-4 gigahertzel dobog az a 4 mag, vagy 2 mag, annak se leassul le a gépe attól, hogy fönt van egy pár kiegészítő a shellhez, ami kényelmesebbé teszi. Miért? Azért szeretem én ezeket a kiegészítőket, mert például ilyesmiket tud, hogy kiegészíti a parancsomat. Például beírom, hogy ahogyan folytatjuk ezt? Egy tabot nyomok, ő szépen kírja neked, hogy van olyan parancs, hogy clear, clementine, vagy clementine tag editor, illetve az aliasok között, ez már az aliasok között is lesz róla szó későbbiekben, hogy mik ezek, a cleanup nevű aliaszt, kiegészítő parancsot, álnevet is felajánlja, majd a tabot izgatottan nyomva clear, clementine kiegészíti. Ennél kényelmesebb van, vagy például, amikor a későbbiekben mi a navigálásról beszélünk, ott is hasonlóképpen a benavigálandó könyvtárnevek vagy fájlneveket ki fogja neked érni, és a tab izgatott nyomkodásával lépted a lép, és nem neked kell begépelni jó hosszú szöveget, vagy könyvtárnevet, vagy fájlnevet, hanem szépen kiválasztod a listából. Van ennél kényelmesebb dolog? Nincs. Hiszen sokszor azt mondják a terminálos munka ellen, hogy sokat kell gépelni, meg ha elütsz egy akármit, akkor már nem fog működni. Ilyen esetben, ha így használod a terminál emulátorodat, a shelledet inkább pontosabb így, akkor az elütés veszélye összemegy, sokkal kisebb lesz. Azaz, én azt javaslom, turbozzuk fel már a shellünket egy-két kiegészítővel. Az, hogy te melyiket használod, a fél tucat elterjedtebb plusz egy tucat kevésbé elterjedt shell közül, az a te szíved joga, vagy a bas, vagy a ZSH, valószínű fent lesz a rendszereden, és egy echo parancsal, echo dollárjel, shell parancsal simán ki fogod tudni iratni az eszközöket. Azaz, azt használsz, amit akarsz. Ezek nélkül, a kiegészítők nélkül, ami a te shelledhez, hát hozzá tartozik, hozzá installálható, vagy automatikusan felrakja neked a disztribútor, lehet élni, de szerintem kényelmesebb. De azt is kell tudni, hogy esetleg, ha olyan géphez kerülsz, és ott kell lesz munkát végezni a terminálba, ahol nincs feltelepítve ezek a kiegészítők, ott azért kényelmetlenebb lehet, hogy mondjuk az előbbivel ellentétben nem a tab nyomkodásával választhattam ki a hosszabb nevű parancsot, hanem be kell gépelni, de hát ez egy kényelmetlen dolog, de ritkán fordul elő, hogy a mi szintünkön idegen géphez kell hozzáülni, és ott kell terminálos munkát elvégezni, saját gépedre meg érdemes felrakni. Egy kicsit ismerkedjünk a terminálunkkal. A terminál emulátort elindítottad. Alapesetben, legtöbb esetben mit látunk? Látunk a gépnevet, illetve a saját nevedet. Ez fontos. Azaz, tudd azt, hogy te Laci, mármint én, mint Laci felhasználó vagyok bejelentkezve. Majd ez a kis jelecske, ez a kis hullámvonal jelzi azt, hogy ott bizony ott van, micsoda? Természetesen a home, a saját könyvtáramba vagyok. Egy parancs futtatásánál nem csak a parancs, hanem parancs futtatási helye is lehet fontos dolog. Azaz nem mindegy, hogy a Kuka nevű könyvtárba törlött ki az összes fájt terminálos parancsal, vagy a dokumentumok
könyvtárból törölöd ki ugyanazzal. Tehát mindig tudatába kell lenni, hogy hol vagyunk. Hogy ne csak egyszerűen a hullámvonalas kis akármit mutasson, majd lehet akármit. Elhiszitek, hogy a home saját könyvtárat jelzi? Nézzük meg, hogyan írja ki azt, hogy hol vagyunk. Látható, beléptem én a munka könyvtáramba, az Ocean Audio TMP alkönyvtárba, és kiírt a saját könyvtár, munkakönyvtár, az a könyvtár neve, majd az alkönyvtár neve, és jelzi azt, hogy bizony én most sima felhasználó vagyok. Oké, mi az, hogy sima felhasználó? Az én vagyok. Tehát, ha te belépsz a saját jelszavaddal, saját felhasználói neveddel, akkor van egy meghatározott felhasználói jogod. Ez az alap dolog, amivel te belépsz a felhasználóként. Például a saját könyvtárodba azt csinálsz, amit akarsz, létrehozhatsz, fájt, törölhetsz, futtathatsz bizonyos parancsokat. Ez a felhasználói jog. Ez egy korlátos jog, ami nem ad lehetőséget jellemzően arra, hogy te a rendszert adminisztráld. Olyan könyvtárokba lépj be, ami a rendszerhez tartozik. Elméletileg, illetve gyakorlatilag is a Linux több felhasználós rendszer, azaz te a saját cuccaidat tudod piszkálgatni, de a másik felhasználóik nem, és a rendszergazda a rendszerhez tartozó dolgokat sem fogod tudni elérni ezzel az alap felhasználói joggal. Mindig tud, hogy hol vagy, és milyen felhasználóként tudsz dolgozni. Futtassunk is le egy parancsot jelen pillanatban felhasználói joggal. Legyen ez a sensors, ami egy elég érdekes dolog, kilistázza nekünk a szenzorjainknak, az érzékelőinknek az adatát, azaz látható, hogy melyik, micsoda, milyen felülettel, milyen értékkel megy, például 1,55 volttal megy a processzor, ennyi a hőfoka, egyéb. Izgalmas? Természetesen izgalmas dolog, és le tudtuk kérdezni. Most futtassunk le egy másik parancsot arra, hogy a Winchesterek SSD kártyák egyikének a hőfokát kérdezzük le. Szintén hőfok lekérdezés lesz, HDD temp a parancs, és meg kell adni, hogy melyiknek legyen a dev, és SDA legyen ez a neve. Enter. Oppá, engedély megtagadva. Mi történt most? Az engedélyünket megtagadták, hiszen ehhez a parancshoz nem fér hozzá egy egyszerű felhasználó, azaz én, azaz a Laci felhasználó ezt nem futathatja. Kérdés az, hogy a processzor hőfokot hogyan tudom lekérdezni user, azaz egyéni jogokkal, de a lemezeknek a hőfogát miért lehet csak emelt joggal lekérdezni? Azaz kellene egy kicsit nagyobb jogokat szerezni, természetesen ehhez való a sudo parancsaként mindenkit ismer, sudo, és beírod, majd ráütsz egy entert, és kírja, hogy Laci jelszavát kéri, én azt szépen begépelem, és enter, és le is kérdezte, hogy az SDA lemezemnek 25 fok a hőfoka. Azaz itt tudsz emelt parancsnoki jogot szerezni, rendszergazdai jogot szerezni. Ez nagyon kényelmes dolog. A sudo jog, tehát az, hogy emelt joggal dolgozol, a későbbiekbe is megmarad egy bizonyos ideig. 5-10-15 percig, ahogy a rendszered be van állítva. Erről írtam egy cikket, igazából nem túl érdekes, alapbeállítás számodra jó. Elindítom ugyanazt a parancsot, ugyanazt. Sudo, HDD, temp, akármi. El fogom én indítani ebben a pillanatban, az előbb láttátok, hogy bekérte a jelszót, de most nem kéri be. Azaz van egy időszak a sudo parancsra, ami megmarad, és odáig emelt joghoz jelszót nem kér. De a sudo parancsot, sudo előtagot hozzá kell tenni a parancsodhoz. Ez nem mindig kényelmes, ha te rendszer adminisztrálsz,
és sok-sok ideig csinálod a rendszer adminisztrációt, akkor érdemes lenne, nem ideiglenes, egy parancs elindítása, sudo-val felkiáltású dolgot tenni, hanem jó lenne, hogyha átugornál rendszergazdai joggal dolgozó emberi, arra nagyon figyelj, akár a sudoval, akár a következő módszerrel rendszergazdai jogot kapsz, azaz szét tudod cseszni, barmolni a rendszeredet. Az emelt jog emelt felelősséggel is jár. Ezt ki fogja írni, legalábbis nekem, kiírta a rendszer az első sudo parancsra, de maradjunk annyiba, hogy már abban a pillanatban, ahogy beírod, hogy sudo, és parancs, és megadod a jelszót, amíg abból a terminálból ki nem lépsz, vagy le nem jár a sudónak az ideje, kifejezetten oda kell figyelni, tudsz rendszerkönyvtárokat törölni, ki tudod törölni menet közben azokat a fájlokat is, amik szükségesek, és sima felhasználóként azt a jelzést kapod, hogy bocsi, tesó, ezt te nem férsz hozzá, légy szíves már emelt joggal dolgozni, vagy szólj már a rendszergazdának, hogy legyen szíves ezt a feladatot helyetted megtenni. Azaz a következő dolog, átlépünk rendszergazdává. Beírod, hogy SU, és Enter bekéri a jelszót, megadod a rendszergazdai jelszót, és abban a pillanatban látod, hogy a promptod ebből a akármilyen jelből megváltozott másik fajta jellé. Ez a beállítástól függ, hogy itt igazából hogyan néz ki a prompt, mert ő a prompt, és van, ahol villog, van, ahol nem. Én úgy állítottam be, hogy ne villogjon, mert zavar. Megváltozott, és azt írja ki, hogy nem Laci én, hanem a root, a gyökér, a emelt jogú felhasználó, a rendszer gazda, az úr a gépen, azok van bejelentkezve. Itt is látható, hogy megváltozott a nevem, és itt is megváltozott a promptnak a jele. Arra nagyon figyelj, hogyha te rendszergazdává átlépsz, nem biztos, hogy ugyanazt a shell-t használod. Ugyanazt a shell-t kapod meg, hiszen egy shell-nek a típusa, jelen esetben a Lacihoz rendelt shell, amit én, mint Laci felhasználó, úgy döntöttem, hogy szeretnék használni, az az ESH. Nem biztos, hogy a root, a rendszergazda shell-e ugyanez lesz? Nem biztos, hogy az lesz, nézzük meg. Lekérdezzük, hogy echo, megkeressük a dollárjelet egy, és beírjuk, hogy shell, és ő már azt írja ki, hogy a rendszergazda shell-je a bash. Ezt át tudod állítani, de erre figyelj, hogy nem 100%, hogy a két shell meg fog egyezni egymással. Azaz rendszergazda vagyok. Következő teendő. Elvégzed a rendszergazdai feladatokat, rendszeradminisztrációt, és kilépsz. Beírod, hogy exit. Más kilépési módszerek vannak, meg lehet oldani, hogy rendszergazdai jogot eldobd, hogy becsurkod az adott terminál emulátort, meg egyéb. Én azt mondom, hogy szokd meg azt a protokollt, rendszergazda vagyok, és exittel kilépek. Ne maradjon el, és váljon a megszokásá a véreddé, hogy exittel visszadobod magad a kisebb jog körébe tartozó sima felhasználónak. Oké? Ez nagyon fontos, mert ha te be vagy jelentkezve rootként, rendszergazdaként, a rendszer isteneként, és ott hagyod a gépet, akárki, akármikor, akármit tehet a gépeddel, a ezen keresztül kitörölhet például téged. Oda megy a te könyvtáradra, beüti a megfelelő parancsot, és úgy eltűnsz, hogy csak na. Tehát erre nagyon figyelj, mindenképp összefoglalva, háromféle felhasználói mód van. Van
gyalog felhasználói mód, a legegyszerűbb, a talpas felhasználói mód, az, amikor te saját magad vagy bejelentkezve, mindent a saját eszközeiddel, könyvtáraiddal, állományaiddal el tudsz végezni. Vannak olyan feladatok, amihez ideiglenesen jó lenne, ha emelt jogot kapnál, ehhez alkalmatos a sudo parancs, aminek van egy időbeli lejárata, odáig vagy emelt joggal, amíg bizony te ezt beállítottad a sudo RC-be, és ott aztán lejár. Odáig mindig be kell írni, hogy sudo, parancs, és csinálja azt, amit kell, elsőnél bekéri a jelszót, aztán davaj, dolgozhatsz tovább. A másik, amikor hosszabb ideig szeretnél rendszergazda lenni, tehát felhasználót váltasz, egy emelt joggá szeretnél válni, akkor bizony a SU parancsot használod. Igazából ritkán érdemes használni. Amíg a sudóval kapott emelt jog lejár, odáig a SU-val átlépett rendszergazdai emberkévé vállás, a rendszer istenévé vállás, az örök odáig, amíg vagy az exittel ki nem lépsz, vagy azt az adott terminált be nem csukod. Én azt szeretném, hogyha megszoknátok azt a dolgot, hogy azonnal, ahogy befejezted, explicit, tehát direkt, tehát tudatosan beírod, hogy exit, és utána visszadob, hát a pori szegény felhasználóivá, aki nem nagyon piszkálgathat bele abba, hogy bizony a rendszert nem tudja adminisztrálni. Alapvető gondolat az, hogy miből áll egy parancs. A parancs általában, amit ide begépelsz, áll a parancs részből. Hogy ez mi? Hát ez természetesen az ellátandó feladatok körétől függ. Jelen pillanatban volt a HDD temp parancsunk. A parancshoz tartoznak sok esetben kapcsolók. Azaz a kapcsolók természetesen pontosítják, finomítják a parancsnak a módszerét, a parancsnak az ellátási, elvégzési módszerét. Finomítanak. A legtöbb parancshoz tartoznak opcionális vagy kötelezően megadandó kapcsolók. Ezeket természetesen meg kell tanulni, vagy a későbbiekben bemutatott módszerrel utána lehet nézni. Oké? Ez nagyon egyszerű. Illetve a harmadik rész, amit én fájként szoktam nevesíteni, hogy mivel fogsz te dolgozni. Nyilvánvalóan, hogyha ki szeretnéd törölni egy fájt, akkor meg kell adni annak a fájnak a nevét. Ez az alanya a tevékenységnek, vagy létre akarsz hozni egy könyvtárat, létrehozó parancsot megadod, és megadod annak a könyvtárnak a nevét, amit létre akarsz hozni. Azaz három részből áll egy parancs. Parancsból, a kapcsolókból, finomító részekből, meg hát általában meg is kell adni annak az alanyát, tárgyát, amivel te ezt el szeretnéd végezni. Természetesen nem mindegyiknél van így, de ezeket érdemes tudni. Azaz, nagyon figyelünk arra, hogy van egy parancs, aminek vannak kapcsolói, és hát sok esetben meg kell adni, hogy mivel szeretnéd a műveletet elvégezni. Oké, Szent Isten, vannak kapcsolók, vannak parancsok, vannak akármik. Ezeket hogyan fogjuk tudni mi használni? Hát úgy, hogy elolvassuk a leírást. A Linuxnak az az igazából nagy előnye egyéb rendszerekkel ellentétben, hogy agyon van dokumentálva, és ez a dokumentáció egy része már a gépeden van alaptelepítésbe is. Miért? Mert az emberek odafigyeltek arra, hogyha elkészítenek egy eszközt, főleg egy mag eszközt, ami minden rendszeren ott van, az ne okozzon gondot használati szinten, és le legyen írva minden. Nézzünk is meg egy egyszerű parancsot, én egy könyvtárt feljebb lépek, hogy legyen értelme is a parancsnak. Az LS parancsot fogjuk megvizsgálni ezen szempontból.
Miért? Mert avval nem tudsz elrontani semmit, hiszen a begépeled, hogy eles, és ráutad, kilistázza az adott könyvtárban lévő mindent. Majdnem mindent, inkább így pontosítok, hiszen különböző kapcsolókkal, argumentumokkal, egyebekkel bizony ő el fogja végezni, ha beírod, ezt a feladatot kilistázza, azaz ez nem egy RM, tehát egy törlő parancs, amivel gondot okozhatsz, elindíthatod, megnézed, hogy a munkakönyvtáradba, vagy normál felhasználóként, vagy ott a Laci is, és a parancsot beírod. Oké, hát jó, hát van az LS parancs, mindenki ismeri, de hát ennek milyen lehetőségei vannak, hol tudunk utána nézni? Nyilvánvalóan a legegyszerűbb dolog az, hogy beírod, hogy LS, és kérsz egy kötőjel hát. Ez az alap help kérés, ami hozzáteszem trükkös, mert nem mindig működik. Oppa, itt nem volt help, itt nincs semmi segítség, itt semmi nincs, ugyanazt csinálja. Szent Isten, valamit eltoltunk? Nem toltunk el, csak a másik módszert kell használni, kettő vonal és help kéréssel kapod meg a helpet. Látható, hogy a help, a görgővel tudsz leföl tekergetni a helpbe, egy kicsit összenyomom a betűméreteket, hogy lássuk is az egészet, azért nagyítottam bele terminálomba, hogy hát azért, hogy ne folyjon ki az ember szem, hogy itt a felüle picike kis betűk vannak. Na látjátok, leírást kaptunk. Elmondja, hogy használat. Nagyon jó, és ez magyarra is nagy rész le van fordítva. Elmondja neked, hogy a használatba jutott, hogy LS kapcsolók, sok-sok kapcsoló ide föl van sorolva, hogy micsoda azt elolvasod, meg aztán ott van, hogy file, és utána hát, hogy mit szeretnél te ottan csinálni, azaz jó sok leírás kapsz. Első, parancs, kötőjel, H. Ha ez így nem működik, akkor parancs, kötőjel, help. E kettő közül jó eséllyel kidob neked egy akkora helpet, olyan leírást, ami hát bőven elegendő indításhoz. Általában a parancsot, hogy LS, azt azért tudjuk, hogy mit csinál, vagy akármelyik parancs, amit tudod, de le is van ám ide szépen írva, hogy hát mit csinál, ahhoz vannak kapcsolók. Azt szoktuk megnézni, hogy az az érdekesebb, hogy bizony milyen kapcsoló mit csinál, melyik kapcsolót kellene használni. Azaz ide le van írva, hogy elindítod, hogy LS, kötőjel 1, soronként egy fájl listázása, kerülje a vissza per N jele megadását a minusz Q vagy B megadásával. Azaz még egy kis segítséget is ad, hogy mit kéne, vagy mit nem kéne csinálni. Tehát szépen kiirogatja azokat az egyéb dolgokat, amire neked szükséged lesz. Tehát helyben natur megvan, a help, a segítség. A következő kettő darab dolgot is érdemes megjegyezni, és jellemzően a gépeden rajta is van ez a két kis program és a hozzátartozó szövegállomány. Az egyik a MAN. Jelen pillanatban 2020 december közepe van. Azért mondtam ezt el, mert valószínű a MAN parancs, MAN férfi ember, parancs meg fog változni, már nem poll correct, és úgy gondolják, legalábbis olvasmányi élményem szerint, hogy ez ilyen rasszista, meg szexista, meg egyéb, bár 100 éve ezt használjuk, hogy man, nem azért, mert férfi, meg ember, hanem azért, mert bocsit, tesó, mert manuálnak a lekérdése, de hát előfordulhat, hogy ez megváltozik. Man, LS, és rányomunk, és kapunk egy beállítástól függően színes vagy nem színes manuált, ami szépen hasonlóképpen felsorolja számodra a lehetőségeket. A manuál page LS 1-es, mert van sokféle megoldása, 193 sorból áll, nyom meg az H-t a helphez, vagy a Q-t a kilépéshez. Ezt azért olvastam föl, mert előfordulhat, hogy hát lelapozol a görgővel az aljára, vagy a leföl nyilacskával, és hát nem kapod vissza a promptot, akkor a Q-t megnyomod, kilépsz. A következő,
és általában ez is fent van a legtöbb gépen, info kérés LS, és szintén kapsz az LS programról elég hosszadalmas leírást, és szintén a Q betűvel szoktunk ebből kilépni. Azaz kötőjel H, kötőjel help, kapsz egy helpet, ez általában rövidebb. Ha a manuált, a manuális leírását, tehát a leírást, ami kézikönyvszerűen leírja a parancsot, általában nagyobb parancsoknál nem ilyen rövid kettömörke, mint ahogy előbb láttátok, hanem jó hosszú, van több tíz, vagy több tucat oldalnyi leírás is, tehát azért nem kell megijedni, meg sok helyen nincs lefordítva, de hát ez eléggé érdekes dolog, hogy mi van lefordítva, vagy mi nincs, azaz manuált kérsz, man, LS, vagyis man, parancs, és akkor kapsz egy hosszadalmas leírást, illetve az info parancsal is ugyanezt meg tudod tenni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gépeden lévő parancsok, programoknak a leírása elérhető. A következő gondolat az, amit most nem fogok bemutatni, de hogyha te letöltesz az internetről egy parancsot, egy scriptet vagy egyebet, jó eséllyel az egy script. A scriptek elején illő, nem mindig, és nem kötelező, ezeket a helpeket közzétenni, tehát az alaphasználatról pár szót írni, ez is megoldás, hogyha egy idegenebb parancsot töltesz le, scriptet töltesz le, az elején ott szokott lenni, de általában bekötik, bedrótozzák abba a parancs kötőjel H megoldást, és akkor ebben is meg tudod nézni, vagy a help parancsa meg tudod nézni a lehetőségeidet. A következő gondolat már azt hiszem egyszerűbb, a Google használata, internetre felmész, és beütöd, hogy hát bizony a gépeden nem volt rajta valami oknál fogva, a manuál beütött, hogy man, LS, Linux. Azért tett hozzá a Linux szót is, mert előfordulhat az, hogy ilyen rövidebb parancsnál kiad neked több 10 millió találatot az LS szóra, de hát ha beütött, hogy man, LS, Linux, akkor odaugrik a kereső a manuál, a leírás oldalára. Itt hogyha esetleg hát a gépeden csak angol van leírásban, akkor a Google-nak a fordítóját is tudod használni. Oké, tehát van promptunk, ami mögé beírjuk a parancsot, a parancs felépítése iszonyatosan változó, hossza, minősége, argumentuma, ami a parancs után beírt akármiket tartalmazva, lehet nagyon változó, de jellemzően a parancsból áll, kapcsolók, elvárt kötelező kapcsolók is lehetnek, vagy opcionális lehetőségek szerinti kapcsolókból is áll, meg hát általában, hogyha olyan a parancs minőségétől függ, meg kell adni, hogy hát mit szeretné, melyik fájllal, melyik könyvtárral, mely programmal szeretnéd azt elvégeztetni, azon az alanyt, a tárgyát a parancsnak, azt is meg kell adni, de ez igazából változékony. Utána ütsz egy Entert, és elvégzi a parancsot, vagy nem, kiír valamit, az természetes. Van háromféle felhasználási mód, vagyok én a Póri gyalog felhasználó, a rendszerben a legalsó jogosultsággal rendelkező emberke, ezt szoktuk általában használni. Vannak parancsok, amiket el szeretnék végezni, de az emelt jog kell, és a rendszergazda, a disztribútor jelen pillanatban inkább így mondom, megengedte azt, hogy a sudo nevű parancssal oda hozzáférjek, akkor beírom, hogy sudo parancs, és akkor megadom a jelszót. Ennek van egy lejárati ideje. Ha ez kényelmetlennek találod, hogy mondjuk 5 percenként meg kell adni a jelszavadat, mert sok-sok egyéb fontos rendszergazdai munkát végzel, akkor te leszel a rendszergazda, azaz beírod, hogy su, megadod a rendszergazdai jelszót, és belépsz. Nem mindegyik rendszerbe engedélyezett a sudo, és nem mindegyik rendszerbe tudsz egyszerűen átlépni rendszergazdaként. Sok helyen már a rendszergazdát is legyilkolták, és egyszerű felhasználó is tud sudoval egyébben, hát bizony rendszergazdai jogokat szerezni. Szerintem helytelen,
Jobb, hogyha szépen külön válogatjuk, hogy én vagyok az alján, sudalval ideiglenesen, súval rendszergazdai lyukkal tudok dolgozni. Oké, parancs rengeteg van, millió szám van, ahhoz jó esetben, az esetek 99%-ában kapsz helpet, segítséget, leírást. Általában én azokat a parancsokat szeretem, amelyik agyon van dokumentálva. A törzs parancsok, a MAC parancsok, ami minden rendszeren elérhető, általános GNU, vagy Linuxos, vagy akármilyen, tehát gyakorlatilag általános parancsok, azok szét vannak dokumentálva, annyi leírást találsz hozzá, amennyit akarsz, de az a szerencsénk, hogy a gépünkre is települ a parancsoknak a leírása, akár maga a parancs, help, parancsal együttesen használva, kötőjel, help, parancsal együtt használva, vagy a man info parancs beírásával megkapjuk ezeket a jó hosszú leírásokat. Tipp! Két tippel szeretnék zárni. Az egyik az, hogy mondtam azt, hogy van olyan, hogy kötőjel, help. Ez itt jelen pillanatban egyértelműen két kis kötőjelet, mínuszjelet fog neked mutatni. De sok esetben előfordul, és sokszor belefutottam, nem a help, hanem egyéb kapcsolók terén, egyéb beállítási lehetőségek terén, hogy a leírásban csak egy hosszú jelet látunk. Ha van egy leírás, ami azt mondja, hogy isd be, hogy eles, hosszú jel help, és ezzel nem megy, nem működik, akkor gyanakodj arra, hogy az internetes böngésző, illetve hát a honlap, az a két kötőjelet, két mínuszjelet, az bizony átírta. Azaz, hogyha azt látod, hogy eles, hosszú vonal help, és nem megy, akkor gondolj arra, hogy az bizony lehet, hogy kettő darab automatikusan átjavított kötőjel darabka, és ilyenkor próbáld meg, hogy eles, kötőjel, help, felkiáltású parancs. Ebben sokszor bele lehet futni, hiszen sok esetben, például a LibreOffice-ba is, hogyha kipróbálod alapbeállításba, ha beütsz két darab mínuszjelet, és utána írsz, akkor egy darab hosszú időzőjellé változtatja, ami ilyen programozási gondokat okozhat, parancs végrehajtási gondokat okozhat. A másik gondolat, előfordulhat az, hogy te kevésbé tudsz angolul, és fordítót alkalmazol a programok megismeréséhez, egy leírás elolvasásához. Itt természetesen előfordulhat az, hogy a parancssor, amit be kéne gépelned, vagy be kéne másolnod a terminálba, egy picit átváltozódik, belekerülnek oda spacek, egyebek, ahova nem kellene. Ilyenkor, hogyha magyarra fordítod a leírást, és bemásolod, és nem működik, akkor nem kéne a programozókat szidni. Biztos rosszul írta le azt az egészet, tehát ennyire hülye, hát az én gépemen nem megy, hát ez gyagya, nem? Gondoljatok arra, hogy a magyar fordításba esetleg spacek, egyebek belekerülnek, és ilyenkor visszaállítod a fordítást az eredeti nyelvre, jellemzően angolra, és úgy másolod be a parancsort. Erre nézzünk is egy példát. Nézzük meg, ez a Command Line Foo-nak a ilyen parancsor gyűjteménye, tehát elég sok érdekes megoldást találsz itt. Magyarra van fordítva, be van állítva a magyarra való fordítás. Nézzétek meg, ha visszaállítom angolra, akkor egyrészt természetesen a lefordított parancsok is visszaállnak angolra, ez is lehet egy hiba, meg itt a perjelek után bizony a magyar fordítás mindig berakosgat egy-egy üres helyet, egy space-t, így bizony nem fog működni. Még akkor sem fog működni, hogyha a parancsot nem fordítja le, hanem az eredeti parancsok vannak ott, de maradjunk annyiba, ilyenkor annyi, hogy visszaállítod erre, és természetesen ezt már fogod, és ki tudod másolni, és beilleszteni a parancsorba. Köszi szépen, hogy meghallgattatok,
Ez egy bevezető volt. Elég hosszadalmas, hiszen akinek idegen a parancsori munka, annak előfordulhat, hogy ezek az információk hasznosak lehetnek, ezek az alapok hasznosak lehetnek. Köszi szépen, sziasztok!